videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő RP videóban, ahogy azt ígértem, ma is érkezik, illetve tegnap is kiment egy, úgyhogy azt megtaláljátok a csatornán. Viszont akkor jó szórakozást a maihoz, annyi még, hogy a tegnapi napon kiment egy olyan videó a főcsatornára, ahol forzás autókat próbáltunk ki a valóságban, a KD csapattal, illetve Istvánnal, úgyhogy ha gondoljátok, csekkoljátok meg, ledobom a leírásba. Ja, és amúgy, mostanában én nem tudom miért, de sokan kérdezitek, hogy melyik szerveren játszok, és még mindig ugyanazon egyébként, a leírásban ott van mindig. Csak mondom. Hát az a helyzet, hogy eljött egy olyan nap, amire már biztosan sokan ti is vártatok, és én is. Olyan is megyünk vizsgázni, mert hogy... Jaj, együnk valamit, de gyorsan. Atyaisten, várjatok. Szóval, hogy hát az a büdös nagy helyzet, hogy mi nagyon szeretnénk nem kadétok lenni a jövőben. És hát ennek érdekében mindenféleképpen kell egy... mi a jó Isten nekünk, egy vizsga, hogy rendőrtiszt egybe tudjunk lépni. Úgyhogy időpontra érkezünk egyébként, és meglátjuk, hogy ez hogyan fog sikerülni. Hogy egyáltalán sikerül-e, kezdjük ott. Az milyen autója, még nem is láttam. Oda néz. Aha, mi a szar ez az autó? Hellóka! Szegény azt hitte, hogy szerintem, hogy elrabolom, vagy valami. Na mindegy, úgyhogy érkezünk, és akkor elméleti szinten már várnak itt minket. És hát akkor meglátjuk, srácok, hogy sikerrel járunk-e egyáltalán. Hát az a helyzet, hogy azért van nekem egy puskám. De nem szeretném nagyon használni, de hogyha muszáj, akkor használom. Srácok, amúgy is mindenki használja, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Nem bíztatok erre senkit, de ugyan már attól még, hogy nálam látszik a kamerában, hogy használok-e valamit, az egy dolog. De alapvetően, na, értitek, mit mondok. Oké, nem is tudom, hogy hol keressem az urat, vagy először szerintem szolgálatba kéne léptem, hogy egyáltalán tudjon rólam, hogy már ide értem. Erőt egészséget. Erőt egészséget, szép jó napot. Először szolgálatba lépünk, és akkor utána majd megkeressük, meg hát ugye addig is csepeg nekünk a kis pénz. De hát nyilván nem célunk, hogy most itt a plusz 10 dollárt, vagy mennyit, amit megkeresünk itt, azt nagyon büszkén zsebre tegyük, de hát effektív, mi most dolgozni is szeretnénk, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs ezzel semmiféle problematika. Na jó, akkor először is a szokásos dolgokat megcsináljuk, átöltözünk, és mindezek után felvesszük a cuccainkat, amik kellenek nekünk. Úgyni, itt is van nálunk minden. És akkor berádiózunk. Csontos Tóbiás felvette a szolgálatot, erőt, egészséget. Szerintem felmegyünk a legfelső szintre, ugye ott van az irodája, most nem tudom, hogy... Aha, ő nem. Várja. Akkor hányadik? Ötödiken? Ötödiken van az irodája. Aha, és ott is van bent, ha jól látom. Basszus, hogy kitaláltam. Jó, kitaláltam? Igen. Szép jó napot. Szép napot. Feladjon be nyugodtan. Jó napot. Azért érkeztem, mert hogy ugye benyújtottam a kérelmet az iránt, hogy vizsgázzak, és itt vagyok. Jó, rendben. Egy pillanatot kérnék még. Rendben. Jó, akkor igazából tiszta egy vizsga lenne, ami pedig az igazoltatásról szól. Tehát igazából hallgatom is, hogy mit tud az igazoltatásról, hogyan visszük végbe. Nyilván ennek a menete, illetve a célját akkor. Jó, hát alapvetően a célja az az, hogy beazonosítsuk a... Tóbiás kolléga csatlakozik, vagy a vezérezés kollégával fogja árulőzni végig? Egyelőre a vezérezredessel vagyok, köszönöm szépen. 14. Ez esetben LSPD 03, ez a járőszolgált. Na bocsánat, elnézést. Tehát, hogy alapvetően ugye az a lényeg az igazoltatásnak, hogy az adott személyt megállapítsuk, hogy esetleg bármi illegálisat tette, illetve az autót is
át tudjuk vizsgálni, hogy van-e benne valami olyan, amit nem szabadna vinni, illetve ezen felül, hogy körözik-e. Reméljük, hogy ez így jó. Jó, nagyszerű. Maga a menete, hát fényjelzéssel és hangjelzéssel megállítjuk az adott autót, megvárjuk, amíg félrehúzódik, és megállunk mögötte. Aki vezeti az autót, az bent marad az autóban, és rádiózik, elmondja, hogy igazoltatunk, hol igazoltatunk, ezen felül, hogy milyen a gépjármű típusa, illetve a színe, és az anyós ülésen lévő pedig addig mindeközben kiszáll már, és sétál oda az autó felé. Aztán mindezek után mondjuk tegyük fel, hogy én sétálok arra fele. Szóval, hogy az urat megkérdezem, vagyis hát nem tudom, most, hogyha ki van szállva, úgy nézzük ezt a dolgot, hogy kiszállt? Igen, már kiszállt. Az jó, tehát kiszállt. Oké, rendben. Szóval kiszállt, és bemutatkozom, elmondom a jelvényszámomat. Hogyha esetleg nem tudná, hogy miért állítottuk meg, akkor mondom neki, és hát mindezek után elkérem tőle a személyi igazolványát, és hogyha mondjuk ő a vezető is egyedül van, akkor nyilván a jogosítványát is. Ezeket szépen leellenőrzöm, megnézem az adatbázisban, hogy esetleg körözik-e. Hogyha ezekkel rendben vagyunk, akkor az autót is megnézem, hogy körözik-e, és hogyha indokolt, vagy esetleg vörös fokozat van, akkor át is vizsgálom őt is, és az autót is. Nem tudom, hogy még mit hagytam ki. Ebben még nem volt puska, srácok. Fordulom engedélyt, azt... Igen, bocsánat. Igen, tehát a személyi után, illetve a jogosítvány után elkérem a forgalmi engedélyt is, ott is a rendszámot leellenőrzöm, illetve hát ezzel tudom legfőképpen megnézni az adatbázisban, hogy mi újság van. Úgyhogy összevetem, és hogyha ez is rendben van, akkor ezt is természetesen visszaadom. Pff, srácok, nem tudom, hogy... És még egyben, amit kifelejtett. Az pedig a... Kifelejtett. Így van. A számlatartozásokat nem nézik. Ja igen, hát a számlatartozásokat is. Igen, természetesen azt is megnézem. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy ellenkező nemű embert nem kutatunk át, hogyha esetleg indokolt, még akkor sem. Ha, jól tudom, én ezt olvastam. Így van. Ha ellenkező nemű az adott illető, akkor hogyan vizsgáljuk át? Baszki. Ezt esetleg tudja-e? Igazából megmondom őszintén, hogy nem tudom. Viszont hogyha én lennék ebben a helyzetben, akkor mindenképpen szólnék egy hölgy kollégának, hogyha pedig nincsen, akkor esetleg megkérném, hogy pakoljon ki a zsebeiből. Nem tudom, hogy ilyenkor mi a legjobb protokoll, de én ezekre tudok itt gondolni. Vészmegoldás esetén. Így van, vagy éppenséggel egy fémdetektorral tudjuk úgymond átvizsgálni az adott személyt. Aha. Jó, azt nem tudtam, hogy olyat kapunk. Vagy esetleg az autóban van. Oké, akkor ez is tiszta. Volt egy kérdésem, esetleg még, hogyha azt feltehetném. Ilyenkor bele kell kérdezni, srácok. Egyetlen pillanat. Aj, csak mi volt az? Basszus, nem jut eszembe. Pedig, na mindegy, hogyha majd esetleg ez eszembe jutna, akkor ezt mondom önnek, mert ez fontos volt, csak elfelejtettem. Kicsit szivacs az agyam. Jó, rendben. Akkor még a rádiókódokat kérném. Rendben. 10-3 rádiócsend. 10-4 vettem. Aztán igazoltatásnál 11.95, tankolás 10.17, és a szerviz a 10.18. Nagyszerű. Jó.
Igazából akkor ez a vizsga sikerült is, gratulálok. Yes! Köszönöm Már szépen. is, már is megírjuk akkor a papírokat, jó? Rendben, köszönöm szépen. Ez az, srácok. Ez az. Közben iszunk egyet. Jó van. Egyébként tényleg nem néztünk semmi olyasmit. Egyedül ezt. A papírt a rádiókódokra. De hát ez olyan, hogy ezt majd idővel jó, így akkor berögzül. igazából a módosításokat meg is írom. Jó, akkor igazából át is kellene nézni, illetve aláírni. Rendben, parancsoljon. Na, köszönöm szépen. Gratulálok akkor még egyszer, hát köszönöm. És köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, uram. Akkor ezt a mellényt, ha jól értem, levehetem. Igazából át is kellene öltözni. Ja, hogy teljesen más. Oké. Okay. Így van, így van, így van. Oké, rendben. Akkor ezt én megejtem. Jó, ha, rendben. De örülök. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a munkáját. Múltkor nagy ösztönzést kaptam itt a mi a nevével kapcsolatban. Hogy bementem túlsztárgyalni egyből a mélyvízbe, aztán most nagyon motivált vagyok. Hű, srácok, milyen lesz az új ruci? Én azt hittem, hogy csak a mellény, mert mit tudom én. De úgy néz ki, hogy nem. Na jó, nézzük akkor. Szangya ruha, akkor átveszük először a civilt. Ó, hát azért ez a pacekap. Ó, ne ezt! Jó, és szerintem ezt én meg se kér... De megkérdezzük, hogy engedelmével ezt lehet. Uram! Az lenne a kérdésem, hogy... Hát... Ezt a sapkát, ezt... esetleg... Nem kötelező hordani. Hogy? Parancsoljon? Nem kötelező hordani. Ó, de jó! De jó! Ó, szuper! Hát igen, egy kicsit másabbul festek. Amit esetleg még meg tudnám mondani, mert ezt nem tudom, hogy a eszközökből ilyenkor ugyanazoknak kell nálam lenni, mint a kadét. Így van. Jó. Csak plusz még a lőfegyvert magához kell vennie. Jó, oké, rendben. Ezek kívül akkor semmi más változtatást, vagy változást nincsen. Csak így van, hogy így van. Tiszta legyen. Jó, rendben, akkor hozok egy lőfegyvert. Srácok, nagy pályások lettünk, jó? Hát nem. Azért itt van vagy 85 féle izéám nekik. Rang. Úgyhogy... Erőt egészséget, Brokli a lezredes felvette a szolgáltat. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Brokli, te jössz velünk? Jár ötözni? Hát, hogy mehetek. Nincsen nekem. Hogy mehetek. Ó, hát azért maguknak mennyivel komolyabb öltözékük van. Fel vannak szerelve. Brokli, mert visszaérted kapitányságra, vagy mással szolgál, vagy mással fogsz járőrözni? Ti hanyan vagytok? Ketten egy jelöltbe. 14, akkor maradjatok nyugodtan. 14. LSPD 13 megkezdte a járőrszolgálatot. Tehát én rádiózok, ugye? Ennyi volt. Így van, így jó, oké. Okay. Keveset aludtam, uraim, aztán mostában. Nem tudom, miért van ez. Lehet izgulás, és ilyenkor egy pillanat alatt el tudok dolgokat felejteni, és ilyen flashbackként visszatér, de van, amikor összekeverem egy más dologgal, érdekes. De egyébként nem dolgoznak kiszi? Hókotrók? Hó van? Én még egyszer se láttam. Én se, de lehet, hogy el kéne amúgy. Hát de tényleg, legalább csóznák ezeket az utakat. Hát igen, nagyon csúszósak igazából. Jó, beszívtam amúgy a... Már a félig füstölő autómmal elmentem a régi szerelőtelepre, aztán láttam, hogy átköltöztek. Hogy micsoda? Átköltöztek? Aha. Hova? Nekünk ide lentre egy utcával. Gyere, elmegyünk a... Nekünk erre nem szóltak. Na ez az, hogy én is oda mentem a régi szerelőtelepre, aztán be volt húzva a kapujuk. Akkor menjünk már oda. Kérdezzük meg, hogy mi a helyzet. Itt van-e? Ja, itt jobbra. Vannak. Hm? Aha. Azt a mindenit. Most sokkal jobb, hoppa, mint az előző. Tiszta gettó. Nézd meg, ezek már hóbolyóznak. Félreállok. Hűha. Vannak bajok. No, ilyenkor
Hogyha megállunk a szerelőtelepen, akkor a szervizkóddal kéne szólnom a rádió? Csak akkor kell, hogyha konkrétan jó, okay. Szerviz miatt jövünk ide, tehát ilyen esetben nem szükséges. Jó, jó. Tiszteletem, uraim. Szép napot. Tisztelet. Junior esetleg... Junior jelenleg nincsen itt, de én is tudok esetleg segíteni önöknek, ha kell valamit. Aha. Tiszta vége. Költöztek át ide? Igazából a tegnapi nap folyamán költöztünk. Te pacekul nézzünk és látszok. Aha, minket erről miatt nem értesítettek? Erről nem tudom, hogy miért nem értesítették önöket. Azt tudom, hogy Adolf biztosan tud róla, illetve több vezető tagnak is tudnia kell, mivel ők bejöttek az elnökkel együtt megbeszélésre, hogy ugye a költözés előtt átnézték az összes papírt. Karba tetkezek, srácok, figyelj oda! Rendben legyenek, szóval ők tudtak erről az egészről. Igen, nagyjából két hete jártunk ott, Jöggennel. Igen, hát hiszem jó. Akkor annyira volt szó, hogy lesz majd költözés. Szép jó napot! Hát igazából tegnapi nap folyamán költöztünk át. Én egész későn tudtam csak itt a városban lenni, szóval már nem sokan voltak ébren, szóval... Ez komoly, hogy átköltöztek, legalább nem laggolunk szét. Én úgy nem tudtam. Meg nem tudtam, hogy értesíteni kéne a rendőrséget ugye külön. Szép napot. Csak azt hittük, hogy ez hivatalosan ugye megy, mivel az elnökünk keresztül intéztük ezt az egészet. Lehet az elnök úr nem szólt megint, elment nyaralni vagy telelni. Lehetséges, így van. Hát az meg lehet, igen. Na, igazából nekünk se szólt, a legtöbb szerelő még most is elmegy a régi települőnek, hogy elköltöztünk. Az jó! Az nagyszerű, rendben. Köszönjük akkor, ami szép napot maguknak, jó munkát! Szép napot, jó munkát! Viszont kívánjuk! Szóval, Brokesz! Amúgy sokkal jobb. Bent akkora területük van, hogy ez hihetetlen. Igen? Aha. Jézusom. Egyébként ezek a szerelők kicsit nekem mindig olyanok voltak, mint egy ilyen külön faj. Most is így hógolyózik az a faj, a szerelők, ugye? Nem tudom, tehát ők ennyire unatkoznak egyébként? Hát... Igen, sok benzingőz szerintem. Beszívják, aztán kicsit beállnak tőle. Múltkor, amikor volt itt a rendezvény... azt... Hoppácska. LSPD 13-11-95 a publika szemben. Mit csinálnak itt? Ajaj. Na jó, meghallgatták. Szép napot. Én éppen munkát ajánlottam annak az úrnak. Igen. Forgáltatot. Igazából csak arra szerettem volna megkérni az urat, hogy lehetőleg ne így parkoljon, hanem a rendeltetésszerűen használja a parkolóhelyet. Így eléggé elzárja az úttestet. Milyen típusú gépjárművet, ha lehet kérdezni? Hát igen, csak éppen hogy ide jöttem, már itt volt ugye a barátom, és én meg ideálltam, hogy mi van itt. Ajaj. Nem. Jó. Öné a gépjármű? Nem. Mustang, fehér, Ó, azt felejtettük el, hogy milyen autó, basszus. Kelvin számom 1883, és akkor az urat a közúti igazoltatásban fogom részesíteni. Egy vezetőengedélyt, személyigazolványt és egy forgalmiengedélyt szeretnék kell kérni. Hát forgalmi, ez nem hiszem, hogy nálam van. Addig igazoltassuk nálam van. Nem, nem. Ja, putulám, egy kicsit arrébb tudna ide fáradni, legyen kerülés. Köszönöm szépen, Csótos Tóbiás vagyok, jelvényszámom 6307, és hát egy igazoltatás lesz, legfőképpen azért, mert itt szabálytalanul álltak meg. Szeretnék kérni első körben egy személyi igazolványt, illetve hogy a maszkot legyen kedves levenni az arcáról. Srácok, mit akartok? Na, az az igazolványjal az lenne a probléma. Igen. Hogy én tegnap valamiért nem emlékszem rá, de... arra emlékszek, hogy ott fent kórháznál, ott ébredtem, és nem volt nálam semmi. És hát ez egy kemény buli, és nem gondolt rá, hogy mondjuk érdemes lenne beszerezni?
Újra? Hát, gondoltam csak. Jelenleg $500 van, és... Ja. És? Van, ne vicceljen, már $100 egy igazolvány. Mit van? Hát tudom, de... Tehát akkor nincsen önnél semmilyen magát igazoló okmány? Nem nagyon. Nem nagyon van. Rendben. Hát legelőször is az kéne akkor, hogy mindenféleképpen menjen el, és vásároljon egyet, és igen, ha $500 van, akkor is legyen kedves megvásárolni. Most? Igen, most. Viszont, mivel maszkban volt, én jogosnak ítélném azt, hogy átvizsgáljam, úgyhogy legyen kedves, forduljon meg, és tegye fel a kezeit, és én pedig át fogom vizsgálni. Azt mondja, hogy először megtapogatom a vállait, a kezeit, és egyre lejjebb, és még a lábainál is áttapogatom. Na, srácok, így fogjuk mi az embereket szivatni egyébként. Nem maszkozzanak hát, már hogyha úgy. Ha a baseball ütő illegálisnak számít, akkor... Akkor nem számít illegálisnak, uram. Ezen felül semmi más nem találok, csak de ezt a telefon, csontikóla, csontószt és $33. Rendben. Szép napot. Szuper, köszönöm szépen. Az a másik úr tegnap, elrabolt engem egy másik. Jó, letelti a kezeit. Elrabolták magát. Igen. Jó, uram, egyébként akkor... nagyon finomak a termék. Köszönöm szépen, viszont legyen kedves akkor minél előbb személyigazolványt vásárolni, jó? Rendben. Itt tud kölcsönözni esetleg biciklit, vagy a barátja elviszi, hogyha nem foglaljuk le az autóját. Szuper, jó. Köszönjük szépen. Nincs mit, viszont. Szép napot. Az óraállítása szerint itt a fehér pulóveres úr elrabolta, illetve meg is sebesítette egy lőfegyverrel azokat. A maszkot visszaváltam, mert fázik az arcom. Sála, higgyel, jobban jár, viszont én, hogyha bármikor fogok önnel találkozni, én mindig át fogom kutatni, ha maszkban látom, mert eléggé, hát feltűnő. LSPD 13, végzett a 11.95-tel a publika szemben. 14. Jó. Azt még tisztázzuk le, hogy az igazoltatást azt mindig a sofőr rádiózza le, jó? Oké, rendben. És egyébként, hogyha valaki így nem tudja igazolni magát erre csak annyit lehet mondani, hogy váltsa ki, aztán ennyi. Vagy pedig bevinni kihallgatni. Aha. Mert hogyha nem tudja igazolni magát, akkor igazából át is kell kutatni az adott illetőt. Hoppá! LSPD 13 üldözőbe vette egy autót, ami hát... hogy hol vagyunk? Majdnem a favágó helynél. 14 szükséges erősítés még. Meg a TIV LSPD 13 11 95 és sárga szuprát vége. 14 LSPD 03 úgy szintén 11 95 egy... fekete Toyota a szuprát főpublikán le. Őha. Nem maga igazoltasson, jó? Az önösen lévő igazoltat. Szép jó napot! Jó napot, itt lesz az igazoltatás. Üdvözlöm, Csontos Tóbiás. Jelvényszámom 16 helyett 6307. Nem tudom, hogy esetleg tudja, hogy miért állítottuk meg. Hoho! Uram? 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 Ne csak tátogjon, hanem adjon is ki hangokat. Igen. Ne csak úgy tegyen, mint aki... Járjon utána, mi a... beszéljen is. Járjon utána. Ne csak a nyelve járjon, uram. Hát jó. Ez egy komolyabb tabletta volt. LSPD 03 elkísértőt a Suprát munkagyihez kiváltani az iratokat. Egyébként ez az autó még esküszöm tetszik is. Jó, ez egy igényes tuning, erre még azt mondom. És hova? Na. Szóval hova jött itt az úr? Ide akart befordulni erre a telepre.
Igen. Honnan fordult ki vissza igazából? Látszik is a... Elég fura, mit rejtegetnek itt? Valami ízé, nagyon érdekes dolog van. Vágósz van felírva ide erre a... Micsoda? Kapu... cucchoz. Vágósz vagy... Igen. Tényleg? Az micsoda? Én olyat ismerek, hogy Vatos Lokos. Aha. Ajaj. Ajaj, srácok. Szép napot. Jó napot. Na most már hall, beszél, minden. Igen, igen. Jó, akkor. Elnézést csak itt. Ja. Semmi gond, de azért hallottam, amit mondtam? Igen, igen, igen. Hát gyors hajtás miatt esetleg. Hát igen, emiatt uram, úgyhogy első körben is szeretnék öntől kérni egy személyigazolványt, jogosítványt és majd egy forgalmit. Személyigazolvány nincsen nálam, de vezetői engedéllyel tudok szolgálni. Tökéletes lesz. Jó, szeretnék kérni akkor egy nevet. David Hobbs. David Hobbs, és mikor született David? 1975, 6. 20. Rendben, szuper, köszönöm szépen. Akkor forgalmit is szeretnék kérni. Hát az nem nagyon van még kiállítva az autó. Nem nagyon van kiállítva. Hát ez sajnos igen. Probléma, kedves uram. Hogy nincsen kiállítva? Hát... friss még az autó, aztán így én nem jutottam még el. Aha. Pedig azért, ahogy látom, tuningolni már volt ideje. Vagy ez így jön le a szalagról, mert... Hát nem, csak hát elfogyott közben a pénzem. Ó, elfogyott a pénzem. Jó, rendben, akkor viszont uram, szeretném átkutatni az autót, hogyha megengedné. Csak nyugodtan. Rendben. Kinyitom itt a kinyitja válnak. Nekem a csomagtartót, ha megkérem? Persze. Uram, szerintem itt valami probléma van ezzel a zárral. Igen, kicsit fura itt a zár. Uraim, önök belelátnak esetleg a csomagtartóba, mert én sajnos... Itt próbálja meg hátul. Igen. Hát, uraim, nekem sehol nem sikerül. Aha, úgy... akkor gyorsan átvizsgálom a gépkármű csomagtartóját. Hát nem találok itt hátul semmit igazából. Rendben, szuper. Uram, ki szeretnék akkor önnek állítani mindenképpen kettőféle csekket is. Hát legyen kedves a forgalmit azt minél előbb pótolni, viszont a személyigazolvány... Jaj, bocsánat, csak megzavarott egy picit. Jöjjön fel inkább a járdára, ott lehet nem fog megrettenni attól, hogy újra jön itt egy autó. Szóval, át szeretnék adni önnek egy számlát, ami arról szól, hogy hát sajnos... vétkezett, közúti szabálysértést követett el, mert túl gyorsan hajtott. Rendben. Úgyhogy el is kezdem írni a számlát. Sebességkorlát túllépése plusz 20, plusz 50, az lesz a miénk. Parancsoljon, ezt át is adom önnek. És akkor ezen felül még a forgalmi engedély hiánya, amit sajnos nem tudok elnézni. Viszont urak, ebben a segítségüket szeretném kérni, hogy én itt a jegyzeteim között nem találok pontosan ilyet, hogy forgalmi engedély hiánya, hogy én nekem rossz a szemem. Ebben az esetben nekem furadni a gépjárművet. Rendben, viszont ezen felül még csekkel is jár ez a történet, hogyha jól tudom. Sajnos ellen nincsen csekkünk már. Nincsen. Hát sajnos akkor, hát ön szerencsére erről nem tudok kiállítani önnek számlát, viszont akkor hát az autót azt kénytelen vagyok lefoglalni, úgyhogy azt meg is teszem most. És akkor ráhelyezem a kerékpirítset. Jó, akkor uram, legyen kedves forgalmi engedélyt majd kiváltani, és a... hát akkor befizeti majd az adott összeget, és akkor ki tudja az autót is hozni természetesen. Rendben. Jó, urak, esetleg önök megnézték már a befizetetlen számláit az úrnak? Vagy arra még kerítsek sort? Vagy a kolléga megnézte? Nem, még nem ellenőriztem. Rendben, akkor megcsináljam? Így van. Jó, akkor jöjjön egy kicsit ide, legyen kedves. Hát van uram, egy-kettő. Ön nem feltétlen veszi figyelembe azt, hogy ezeket azért be kéne fizetni, hogyha ezt jól látom. Lehetséges. És tudja mit? Én azt gondolom, hogy ön
azért nincsen forgalmia, mert hogy... hogy azt KP-ban kell kifizetni. Vagyis már úgy tudom, hogy az sem igaz, de... Ez 03 kiindul motelhez bejelentéshez vége. De nem túl korrekt, szerint, hogy 16 ezernyi számlát összeszedés nem fizeti be. Ez esetben nincsen semmi teendője, viszont a jövőben erre nagyon figyeljen, mert hát most már egy kicsit jobban oda lesz figyelve az emberekre, hogy ezeket befizessék, úgyhogy legyen kedves minél előbb ezeket befizetni, hogyha nem akarja, hogy ebből nagyobb problémája legyen. És természetesen ez nem fenyegetés, csak előre szólok önnek, hogy lesznek változások. Rendben, rendben. Rendben? Jó, hát köszönjük szépen, akkor további szép napot. Maguknak is. Tud hívni bárkit, aki eljön önért? Igen. Jó, oké. Rendben. Akkor viszontlátásra. Szép viszlát, napot. További szép napot viszontlátásra. Beláttad amúgy, vagy láttátok a utolsó bejelentést, azt a moteles teknősös dolgot? Hoppá, én nem láttam. Azt néztem, hogy még hátra néztem itt az ablakban, az úr elkezdett visszafutni oda, ahova be akart kanyarodni. Tudtam, hogy ott lakik, vagy valami ilyesmi, vagy én nem tudom. És jött még egy olyan sárga autó. Egy Lambo volt, azt hiszem. Én nem tudom, csak ugyanolyan színe volt. Szóval mi történt? Mit láttak önök? Valami technikus kereskedő van. Egy állatkereskedő az úr esetleg? Önök egyébként ezt az LSPD-t, ezt valamikor LSPD-nek mondják-e? Vagy csak én vagyok az, aki egyszer LSPD, utána LSPD? Én is néha úgy, mert Dave úgy szoktam mondani, hogy LSPD, aztán azért... Ugye? Dave, bocsánat, a vezér ezredes mellett ez így megragad. Rám ragad. Igazából nincsen egyikkel se baj, hogyha így mondod, vagy úgy mondod. De hideg van. Sorakozó rendfokozatnak megfelelően. Ajajaj. Ezen a hosszúban is azért kicsit. Igen, hamarosan lesznek téli kabátok. Ó, nagyon jó. Erőt egészséget. Na, srácok, mit akartok? Kicsit rendeződjünk, menjünk egy kicsit közelebb egymáshoz. Esküszöm, most nincs semmilyen kellemetlen szagom. Nincs az időjárás, ami ezt kiváltaná. Köszönöm. Jó, akkor van-e bárkinek bármilyen kérdése? Óhaja, sóhaja? Igen? Vizsgával kapcsolatban lehet most keresni, vagy később? Este, 7 óra előtt, jó? Oké. Jó, ha nincs senkinek semmilyen kérdés, akkor megkérném az alezredes kollégát, hogy ossza el az egységeket. Heten vagyunk, hogy jól számolok. Így van. Jó, akkor... Daniel vigyel mondjuk akkor a kadétot Antonit. Attila menjen el akkor Lunával, mi meg akkor maradunk hárman. Rendben. Jó, hát szóval akkor jó járat mindenkinek. Köszönjük viszont. Köszönjük. Viszont. Szép napot. Jó napot! Segíthetünk valamiben? Igen, igazából kérdezni szerettem volna valamit. Először viszont még egy kezdve járatom egy emberkétől, hogy azt mondta, hogy nemrég rázta le a rendőröket, és hogy elvettek tőle egy SNS talán ezt mondta. És csak kérdezni akartam, hogy ez igaz, vagy láttam publikban. Nem nagyon túl kérdől. Esetleg egy ruházatot le tudna írni az úr? Igen, piros-fekete ilyen öltöny, meg nadrág. Innentől már tudom is a ruházatot. Rendben, köszönöm. Köszönjük, viszlát. Köszönjük, viszlát. Jó, akkor nézzük meg azt a publikot. Ez kicsoda? Ismeri? Manapság vannak ilyen ruházat úri emberek. Ezek a kockás mellényes. Igen, ők. Kockás mellényes? Aha. Igen, így van. Mai nap folyamán két darab udat be is hoztunk emiatt az ősre.
hogy fegyver volt náluk, meg volt ma, velük egy hölgy is, viszont nála nem volt semmilyen illegális tárgy, vagy bármi más. Látták, hogy hazudott nekünk az úr? Most jött el jogsit csináltatni. De legalább megcsinálja a jogsit. És mit lehet tudni róluk, mennyien vannak? Vagy csak így ezt a két embert látták? Maximálisan nagyjából 4-5 szemét láttam eddig egyszerre. Mi van jobb oldalt? Aha! Azt a mindenségét. Hát valami ékszer üzlet. Nézzük. Nem tudom. Lehet, jó, tehát így, hogyha simán megállunk ilyekkor, akkor nem kell rádiózni, ekkor nem ugye? Szükséges, jó. Így van. Nyitva van egyáltalán? Jó napot! Szép napot! Jöjjenek nyugodtan, jöjjenek nyugodtan! Tiszteltem, ez itt egy bár, uram? Igen, ez itt egy bár lenne, szép igen. Szép napot! Mit árulnak itt, uram? Minden felszólalni magának 2 lapot. Akkor... Szerint? Azt mondna, hogy van nekünk olyanunk, hogy Churros. Churros? Igen, Churros. Aha. Aha. Van narancslevünk, hotdogunk, Twinking, az ilyen amerikai csokoládé, földi modoló, illetve árulunk még capolcölt, teát, narancslevet, illetve kávét. Azt a mindenségét. És ez egyébként milyen kávé? Ez kínai fekete kávé, nagyon erős lenni, szóval ez leggel nagyon állatos. Aha, és ebben a kávéban van bármilyen alkohol? Dehogy nincs semmi, nincs semmi. Jó, a kollégák esetleg kérnek valamit? Hát én akkor kérnék egy ilyet. Mi kávét? Egy ilyen nagyon, nagyon erős kávét, amit ön mondott. Jó, lenne akkor legyen 3, uram, jó? 3? Jó. Akkor ez 18 dollár lesz. Már is adom. Lerakom ide a pultat, tessék, uram. Köszönni szépen. Köszönjük, hogy mit meghívott. Egészségükre. És mindig ekkora forgalom van itt, uram? Igen. Egyszerre 3 rendőr bejön. Ez én újonnan nyílt helyem? Igen, ez most nyílt, nem olyan légen, pár napja. Aha. Hányan voltak bent eddig itt? Nem olyan régen jöttek be páran, most egy kicsit megállt itt a... Hogy mondjam... Tudják, hogy most nem olyan nyíra jönnek, na. Megállt a forgalom. Igen. 11. Akkor fogyasszák egészséggel. Rendben, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.